szakadalom alatt itt Pesten a Péterfi Sándor utcai kórházban teljesített szolgálatot, majd pedig a forradalom leverését követően néhány barátjával együtt a kórháznak az alaksorában ilyen forradalmi röpiratokat sokszorosítottak és terjesztettek. És tulajdonképpen őket eredetileg emiatt tartóztatták le, tehát a röpiratozás miatt. Azonban a bírósági per során egészen más fordulatot vett az ügy, mert hogy azzal vádolták meg, hogy brutálisan megkínoztak, tehát a társaival együtt brutálisan megkínoztak és meggyilkoltak egy munkást, akit az államvédelmi hatóság emberének, a kommunisták emberének néztek. Egészen elképesztő dolgokkal is megvádolták Tóth Renát, például az, hogy megpróbált benzint fecskendezni az áldozat vénájába, megpróbált levegőt fecskendezni a szívébe, majd pedig egy késsel szíven szúrta és így gyilkolta meg. A dolognak az volt a szépség hibe, egyébként valóban volt egy holttest, de a dolognak az volt a szépség hibája, hogy nem sikerült bebizonyítani, tehát már adott időszakban, az adott korban sem sikerült bebizonyítani azt, hogy Tóth Ilona követte és társai követték volna el ezt a gyilkosságot. Tehát, hogyha manapság lenne ez a bírósági per, akkor Tóth Ilonát simán felmentenék, mert azt mondanák, hogy hát kérem szépen nincsen bizonyíték, hogy ők valóban elkövették volna ezt a gyilkosságot. És ez így volt akkor is, az érdekes, hogy ez akkor is így volt már lényegében. De ennek ellenére őt kimondták a bűnösségét, és halálra ítélték, majd pedig kivégezték. Ugyanis mondhatjuk, hogy ez kifejezetten egy koncepciós per volt. A Tóth Ilona per azon kevés pereknek az egyike volt, ami viszonylag nagy sajtónyilvánosságot kapott az ott időszakban. És ugye általában minden ilyen koncepciós pernek volt egy célja, meg volt egy üzenete. Hát az üzenet az jelen esetben a fiataloknak szólt, elsősorban az egyetemistáknak, és ugye az volt a lényege, hogy hát gyerekek, mindenki így jár, aki nem marad nyugton a hátsóján, és fellép a kommunista hatalommal szemben. A célja pedig az volt ennek a pernek, hogy ezen keresztül az akkori hatalom